A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai adása az egy ilyen közkívánatra, ugyanis hogy nagyjából 400 kommentet kaptunk, hogy hívjuk el a KD csapatot, úgyhogy örömmel protezsálhatom be a KD csapat, Kodi és Dév, nagyon szépen köszönöm, hogy el tudtatok jönni. Mi is köszönjük a meghívást, sziasztok! Ja, főleg így, hogy gameplay videósok vagyunk elsősorban, nagyon örülünk, hogy gondoltatok ránk. Végre kijöttünk a szabadba. Nem csak számítóztok. Igen, igen. Nem csak majszom, mert kárba törjük szét az autót. Nagyszerű. De hogy megnéztem néhány streameteket, néhány vodot, és azt láttam, hogy ugye most az interneten akkor tudsz valamiféle hatást elérni, hogyha iszonyatosan harsány vagy, ha nagyon-nagyon túltolod, hogyha nagyon, itt tudom én, ha káromkosztáncolsz, beöltözöl, meg mindenféle megbotránkoztató dolgot csinálsz, és ehhez képest vagytok ti, ami inkább ez a rendes ember rendesen számítógépen szórakozik, és hogy az Istenbe lehet az, hogy annak ellenére, hogy nem akarjátok folyamatosan arcon csapni a nézőt egy ilyen digitális baltával, annak ellenére mégis így ilyen népszerűséget tudtok elérni. Tehát ez a jó gyerek image, ez hogy működhetné 2024-ben? Mikor is streambodot néztél, azért ez fontos frisset, vagy régebbit? Csernobilból hozták ki embereket egy busszal. Na igen, azért az mondjuk egy fokkal csillesebb, mint amikor My Summer Car-ba rallizunk, és akkor az árakból kell kihozni a kocsit. Ez játékfüggő. Azért mi is észreveszünk azt, hogy ha olyan a játék, tehát mi szeretünk indokoltan olyanok lenni. És hogyha indokolt, akkor mi is szoktunk üvöltözni. Ja, persze, nyilván. Káromkodni, nem? Menj ebbe a megjátszás amúgy. Mi az, amikor az ember így őszintén elengedi magát, és mi az, amikor már rátesz? Szerintem nem sok. Pont ez, hogy magunkat adjuk igazából. Tehát karakterbe... nem játszunk rá. Ja, de karakterbe kell jönni, az egyértelmű. Tehát, hogy mindenkinek van jobb napja, rosszabb napja. Kevesebbet aludtál, macska ráüt a fejedre, stb. Tehát, hogy van, hogy nem úgy kelsz fel. És akkor van egy ilyen switch, amit így át tudsz kapcsolni magadba, és akkor megvan egy kicsit a déves karakter, hogy akkor most minden poén, most nem idegesítem annyira magamat. Például nálam érdekes az, hogyha vannak a videóim, amikben mondjuk My Summer Car-ozunk, vagy valami, vagy akár a sajátom még, akkor felrobban az autó, röhögünk egy jót, utána még így realizáljuk, hogy basszus, hát ezt még most újra lesz. Kell építeni. És akkor így lefolyunk a székbe, és így na jó, akkor hozzuk a kulcskészletet. Ezt mindig meg akartam kérdezni profi streamertől, hogy a hangulatba kerülés az hogy van, tehát hogy mielőtt megnyomod a gombot Twitch-en, előtte már játszol, vagy az ember ilyenkor úgy ül oda, és akkor melegszik bele, és akkor veszi fel ezt az úgymond karaktert. Szerintem mindenkinek más kell. Szerintem, nem tudom, nagyon én nem szoktam így rá készülni, illetve ja. A streamek ugye már rég voltak, inkább videókat szoktunk nyomni, de akkor se volt ez a, hogy valamit kell csináljak előtte, hogy elejöjjek, hanem leültünk, szerintem dumáltunk egy kicsit. Aha. Azt figyeltem meg, hogy amikor ketten vagyunk, sokkal egyszerűbb hangulatba jönni. Uh-huh. Mert akkor már a Kodi bejön, akkor van egy ilyen kis haveri hangulat, mit tudom én, kicsit dumálunk, meg ilyenek. De amikor egyedül kell rákészülnem, akkor sokkal nehezebben tudok azon túljutni, hogy mondjuk akkor éppen egy rosszabb napom van, és akkor nekem például a zene szokott nagyon sokat segíteni, hogy van, hogy fél órát zenét hallgatok előtte, kicsit olyan hangulatút, kicsit úgy viszem az érzelmeimet, és akkor érzem, hogy na most át tudok kapcsolni, átkapcsolok, és akkor beköszönök, és onnantól kezdve meg már megy az egész rutinból, vagy nem is tudom, fura ez az egész, de nagyon igyekszünk, hogy azért ne a megjátszás sem menjen, hogy tényleg a túlzott dolgok, mert én is szeretem. Ti kapcsolatokat, hogy hol gyökerezik, ez egy gyerekkori barátság, vagy itt esetleg már így a neteszférában találkoztatok össze? Hát gyerekkori úgy, hogy gyerekek voltunk még, amikor megismerkedtünk, igen, 13-4 évesen. Aha. Nagyjából azóta vagyunk haverok, amióta videózunk. Igen. Max nem sokkal előtte tehát akkor ez hozott össze titeket, úgymond. Egy közös haver hozott össze minket, felhívta a Minecraft szerverre, én mondtam, hogy ne hívja fel, mert nem szimpatikus, és hát ne legyél előítéletes, végül azóta mégis szimpatikus. Azóta szimpatikus, de milyen volna? Videóban tök jó vele. Nem, amúgy tehát, hogy gyorsan rájöttem, hogy amúgy tök jó vele így hűlni, meg minden, és akkor kitaláltuk, hogy hát van ez a videózás, nem próbáljuk ki, és akkor így alakult ki, szóval igazából. Már több mint 13 éve. Szigorú a menetrend? Most már mondtad. Szigorú a menetrend?
Mármint egy videómenetrend, így a munkamenetrend. A munkamenetrend, igen. Uh-huh. Az. Hát szigorúbb, mint volt, mert most már minden napra rakunk ki egy videót, órára ez pontosan. Ez így, minden mi, milyen, így... milyen háttérstábból lehet ezt megoldani? Van a barátnőm, vágja a videókat így valamelyikeket, és ennyi. Meg mi ketten. Tehát igazából itt megy ez, csak meg kell találni, hogy mi a cél, mi az aranyközépút, mennyi az a munka, amennyit megengedhetsz magadnak, hogy beletegyél. És akkor mi belőttünk egy olyan célt, amivel azt mondjuk, hogy elégedettek vagyunk, nem a top quality, lehetne jobb is, viszont így lesz mondjuk napi, de még büszkék is tudunk lenni arra, amit csinálunk. Mm. Tehát ezt így fel kell mérni, ezt az aranyközépútot, és utána megy, de nyilván ketten, illetve egy hárman, hogy besegítenek. Hát így egyszerű minden napra késünk. Így sokkal egyszerűbb. De ha már egy órát késünk, akkor már felrobban az előző videóban a komment szekció, hogy hol van már a napi adagunk. Nagyon megszokták, és ezt nagyon szeretjük. Annyira, igen. Hát már ez egyfelől egy szabadság, másfelől egy rabság. Igen. Ugyanúgy monoton tud lenni. Beszéljünk arról az autóról, melyik ötöké az A4? Mondtad, hogy ez egy majdhogy nem legális autó. De hát hogy engem azért, hogy ez a féknyereg úgy megfogott, hogy mit csináltatok ezzel? Azt mondtad, hogy ez egy 3000 TDI? Ez egy 3000 TDI, V6, igen. A4 Avant. A8-as fék van rajta. Uh-huh. Nagyobb, ugye, azt hiszem 390-es féktárcsa. Fékkel kezdi, figyeled? Nem ő csinálta, de igen. Így vettem. Igazából nagy részt így nézett ki, én raktam rá előre azt a koptatót, ami ott van egyedül, és sikerült, tehát és fent van amúgy, tehát... Meg hát ugye chipses. Meg egy kicsit chipses, igen. De nagy fék, nagy chips. Quattro, úgyhogy... Arrébb állásra fokozott a nagy hang. Vezérlésserét várjuk, láncsérgést hát várjuk. Az már volt, szerencsére nem én csináltam. Jó, hátulláncol. Igen. Jó kis hátullánc. Úgyhogy remélem, hogy minél később jön az elő, de... Ja. De egyébként egy nagyon jó autó. És Dave, nálad? Hát a Subaru. A Subaru. Azóta is. Intarzia? Azzal jöttél volna. Jöttem volna. De hát egy Subaru-ról beszélünk. Tehát! Tehát a garázsban. A japán Alfa Romeo. Múltkor lehet, hogy eltűnt 2 deci olaj, de nem biztos. Keressük a bűnöst. A hengerfejtömítés környékén. Igen. Ez egy jó meglátás. De egy nagyon jó autó. Ez egy VRX-es téli hajó. Ez egy VRX-es, nem, csak sima VRX, 99-es. Még csíklámpa. Így van, szóval... GC. GC8, így van az alvásszám, és hát az a fajta, amiben kevesebb baj van. Hát akkor nem tudom, mi van a 2.5-ös motorokkal, mert ugye ebben még a 2.5-ös turbós van, azt mondják, hogy ezért ez elég jó. Még ez is már motorfelújítás után van. Mondták, hogy nem is érdemes. Kovácsolt dugó van benne. Igen, ami így volt a polcon, az így belekerült, és akkor így összeforgatták. Most jelenleg működik. Túl vagyok egy lakatoláson, egy telifényen, szóval igazából minden megy. De contentben is nagyon szeretem. Meg tényleg, ugye minket érdekelnek az autók már gyerekkorunk óta. Need for Speed Underground 2-vel kezdtük, és akkor sziszeg, durrog, meg minden, és akkor ez így folyamatosan kialakult. Ez nyilván hozta magával, hogy vettem egy Rizs rakétát, és akkor így saját bubogjon. Magamnak tanulom, meg ilyenek, szóval... Bubogjon az EJ20, az a lényeg. Uh-huh. Mit vártok a Swift-től és a pályától? Hát. Azért ti az interneten élő emberek vagytok, tehát felteszem, már láttatok korábbi epizódot. Igen. Hát tavalyról megvan a fordított kormány. Igen. Hát most nem tudom, én kíváncsi leszek, hogy fog átállni az agyam inkább erre. Melyik ötök fog kormányt tekergetni? Ezt megpróbálom én, mert én az anyósülésen hajlamos vagyok a rosszul létre sajnos. Veszünk be zacskót. Igen, majd ott nyitható a kesztyűtartó, ugye? A taxiban, tudod. Akkor jó, így van. De az előttem lesz. Ja, hát először. Majd másodjára cserélünk, hogyha úgy van. Meglátjuk, én inkább Kodit ültetném oda, My Summer Car-ba is enyém az anyósülés, de... Illetve nekem ez kimaradt. Tehát én nem is vezettem még Swiftet. Nekünk F-asztránk volt mindig is, tehát mi nem Swiftesek voltunk, ha lehet ilyet mondani, úgyhogy új lesz. Jó, minden azt tekintetben. Azt mondom, hogy üljetek be, aztán kezdjük meg a tevékenységet. Jó. 3, 2, 1, rajt! Jobbra. Szedem, de semmi. Jó, elfér. Oké, akkor nyomjad. Úristen, valami fura hang jött a kormányból. Mit csinálsz? Oké. Valami... Lehet, hogy tényleg az indexek a
kattok. Valami letörődj bele. Á, ne nyomjad, vagy ne hülye vagy. Jó, nyomad, szúrjad, szúrjad. Nagyon fura, hogy bal lábbal van. Hát azt gondolom, nekem is elég fura, de nem baj. Így tovább, így tovább, Feri. Jó vagy, balos kettő. Kicsit bukkán, kicsit bukkán, milyen vagy. Közelítik a Manna ABC feladatot. Mi csinál? Áj, fék. Rükverc. Az üres. Jó. Jaj. Az annyira le. De várjál, most jók vagyunk? Nem, most jók vagyunk. Nem érem el. Jó. Csak nem érem el. Nem tudom, erre megyünk. Jó, megvan. Zsír. Várjál. De hogy kell tolatni, Feri? Nem tudom, pont fordítva vagy. De akkor meg pont jól vagy. Mi van? Jó, most jók vagyunk? Nem. Nem, egyenesíts ki. Jó. Egyenesítek. Vedd már be. Oda menj be. Oké, bejöttem. Mert ugye az asztalhoz kell állnunk. Jó, mehet. És akkor balra tekerünk. Mit tudom én? Ugye, jó, csak tekerek valamerre. Megint messze leszünk. Jó, mert itt volt egy gumi, hát mit csináljak? Akkor itt igazítunk. Jó, mi lenne, ha segítenném be mellé? Mit gondolsz? Amúgy. Csak nem kéne lejteni. Megvan! Jó. Gyerünk! Közben nyomogatom! Milyen vagy? Hát itt van egy izé! Vissza! Nagyon! Jaj! Nem? Más kérdés. De más kérdés, beállunk kérdés. Ide, hogy fogunk kijönni? Az egy nagyon jó kérdés, csak nem tudom tekerni, mert nem gurul az autó. Megyünk annak a izé lufi. Jó, most várjál. Picit gurítsad. Nagyon jó. Ezt a hordót. Oké, állj! Vissza, picit gurítsad. Hát rutinozgatnak a fiúk, mert úgy voltak vele, hogy gyakorolnának egy kicsit. Mindjárt megdöglök, hát nem. Miért ragáztam? Szóval picit gurít. Nagyon jó. Nagyon jó. Átmentünk. van még üvegünk. Várjál. Szerintem hagyjad. Feri, szerintem ez már mínuszpont. Én nagyon azt érzem. Majd a következőre rágyúrunk. Fönn van. Oh, jó vég meg ágya. Jó, szóval. Oké. Nagyon jó. Fura. Szépen csak, nyugodtan. Majd ráérzel a végére. Nem csak nem a végére kéne ráérezni. Így van. Mehetünk gyorsan? Várj. Cica az, direkt. Akadály. Légy szíves, ne üssük el a macskát, Feri, ez családba lát tartalom. Oh my god. Majd... Ez amúgy egész jó. Nagy ívbe kell megkerülni az izét. Igen. Most a kézit. Másik. Jó. Kézi. Jó, milyen kézi fia vagy? Jó. Tudom én. Mehetsz. Már be. Óvatosan, még jönnének. Gurítsad, kimegy. Erre van mögöttünk valami? Nincs. Menjél már. Azaz, nagyon jó. Ne nyomj akkor a gazd! Most kéne a kézi. Nem kéne. Nem. Erre visszamegyünk, fedd másik irányba. Kicsikét. Oké, mehet. Hallod, semmivel nem lenne baj, ha oda, a szervó... Ha lenne. Igen, létezne. Milyen baj? Jó! Megjöttünk. Szeretnék helyet cserélni most azonnal. Sőt, nem lehetne mondjuk, hogy kiszáll. És Feri megy egyedül. Hogy néznék ki, hogy onnan ide a lábam? Nekem mindegy. Ez nagyon fura. Ez az. Szerintem nem ez a győztes felállás. Igen, erre így rájöttem. Mitől következtetsz itt, amikor a gumifalba belemasztatok, még érezted a tüzet? Tüzet? Csak az másfajta tűz. Most ez volt a poénos kör. Ez volt a poénos kör. Most begyakoroltuk. Mi? Majd Kodi beáll, majd úgy. Gyere, segítek! Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. 3, 2, 1, rajt! Menjünk! Jó, lassabban! Jó. Szépen finoman, csak pöcögtettem neki. Húzra készíti! Ez sebesség is! A lökhárító! Ennyit kértem! Leesett a lökhárító. Figyelj! Jó. Koncentrálj! Itt mehet! Mi? Mutkó gokártoztam! Pont olyan! Csak fordítva! Így van! Nekem is! Nagyon jó vagy, Feri, nagyon jó vagy! Oké, íbe megyünk! Eddig múltkor is jó volt! Múltkor? Nagyon pici gázt adunk, semmi baj nincsen. Jó. Te fékezel, magadnak. Oké. Jók vagyunk? Aha. Állj meg. Nagyon jó. Nem. Jó, igen, csak engedem. Ennyi. Várj, oké, meg vagyunk? Igen, arra. Nagyon jó. Hát jó, majd igazítunk, nem baj. Jó. Kicsit tartunk.
Ufa, David! Oh, fuck! Jó, azt hittem tágasabb. Ott menjünk egyenesen. Lassan. A drága roller. Azt nem lenne jó. Jó, most vissza. Azt a rohadt. Jó, maradj így. Ne hagyj gázt, se féket, se. Jó. Mehetsz? Oh, mehet. Ne! Padlózd! Csak nyugisan. Menjünk a Tesco-ba. Kicsit másik szét a Verde, de hát ez nem baj. Hétköznapi. Tiszta My Summer Car. Így van, a másik. Nagyon jó, kicsit belefékezek. Most mehet a tempó. Megpróbálsz majd egy kézit? Szeretnéd? Jó. Úgy gondolod, jó ötlet? Kíváncsi lennék, hogy mi. Akkor figyelj, adunk egy kis tempót. Nyomod! Nyomod! Azaz! Várjálj meg! Jó! Jó! Vissza! Mert vissza, igen, elfordul. Igen, igen, igen. Jó, állj! Meg rámentünk okay. A gumikra. Ez... Ja, arra, igen. Igen. Ez nagyon furú, hogy arra kell kormányozni. Ja, ja. Szerintem... Nem viszi el. Állj. Nem viszi el, basszus. Menj már neki minden izének, guminak. De azt mondták, a kis tolás nem probléma. Akkor jó. Ami szerinted én innen tudok visszapillantót nézni? Nyomd a gázt. Jó, jó, jó. Ne vigyük el a felfújt genyót, meg minden. Ez azért jobb volt, nem? Szerintem igen. Figyelj! Nem álltunk olyan sokat. Csak egy ember halt meg, az is hordó, szóval igazából. Amúgy nagyon jók voltunk. Nem, de... Vagyis jobbak voltunk. Jobbak voltunk. Vissza kéne tolatni. Mi? Ja. Azt a kéziféket lehet, hogy ki kellett volna hagyni. Nem, teljesen jó volt. Csak hát, elvesztünk. Háromszor kellett belekorrigálni. Nem gondolj, mondod Joda. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Ez most a próbálkozós volt. Megközelettem mi kell. Igen, igen, igen. Amúgy ott a hordó felborításból is tanultam, szerintem most a harmadik az kirúgja magát. Azt mondod? Így van, mint a felfújhatós ágy, így ilyen lesz. Szóval, az időtök ebben a körben 2.04.81. Jobb, mint a majdnem 4. Hibával. Mi az, hogy 4? Hát itt ugye belecsúsztatok, okay. Arrébb toltatok, visszatolatást nem, megint belementetek. Ja, 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 ja. Aha, meg a hordó. Meg a hordó, így van, tehát hogy ez egy 2.24-es idő így. Aha. Jobb, aha, mint aha. Az első. Jó. Felkészültetek a harmadik körre? Ja, azt nem. Jó, jó. Okay. Akkor ez most így a győztes felállás? Szerintem igen, ez jó lesz. Nem, kevésbé vesztes felállás. Mi is mondhatjuk. Az Eleosszal és a Szakál Metállal ismét készültünk nektek egy kis Jariszos promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szakál Metall webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Amon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Amon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni, szerezzétek meg! 3, 2, 1, rajt! Nagyon jó! Ez nagyon szarív! Szerintem vissza. Állj meg! Jó, jó. Jó, oké. Előre, mehet. Figyelj, padlózd! Nem. Nem? Nem. Pedig eskü jó lenne. Tudom, de nem. Valami lejje. Nagyon jó. Nem tudom, lehet. A lökös. Kisfék, oké. Okay. Megyünk, megyünk. Hogy fékezel, nem én jó, fékezel. Jó, és hát tudjad. Azt mondom, hogy én mit csinálok. Ja, oké, okay. Most nagyon szépen beállunk az asztal mellé. Mit szólsz? Jó. Jó lesz? Igen. Oké, okay, jó, előre megyünk. Akkor... Oda, fogd meg! Erre merre kell kormányoznom? Erre. Balra, igen. És most nagyon-nagyon alászeded. Szerintem... Mennyit lehet ennek a szarnak alászni? Sokat. Néha így kattan egyet, és akkor... Jó, ez igen. És akkor majdnem letörik. Hogy állunk hátul szerinted? Meg messze van? Nem tudom, nincs visszapillantó. Ugyan jó? Nagyon jó. Itt a hordó, ez itt marad. Jaj, hamar. Így van. Ez a tolatás, ez mindig megzavarja egy kicsikét a dolgokat. Nagyon clean-ek vagyunk, nem kézizünk. Vagyunk. Nem baj. Remélem, hogy nem, de mindegy, elmegy még odáig, nyomjad neki. Már csak alig van egy kevés. Akkor nincs kézi. Ez rally win lesz, Feri. Az. Hidd el. Nincs kézi. Jó. Próbálj kívülről. Oké, lassabban. Oké, szedd el. Csak kell. Nem volt itt. Várjál, mindegy, nem baj. Oké, itt állunk egyet. Jó, egyenesen. Jó, mert nem... Jó, állj! Jó, állj! Nem tudtam írta. Oké. Megint neki megyünk. Fucking! Hogy nem adja ki ez az ív? Nem hiszem el! Jó, állj! Ez az! Az. Oh. Clean!
Nice. És nagyjából klint. Erre most tényleg kíváncsi leszek, ha még mindig két perc környékén vagyunk, agyvérzést kapok. Meséltek az élményeitekről, vagy, egy vagy elég biztos. Ránézni az arcotokra? Egy dolog biztos, ez otthonról könnyebbnek nézett ki. Sokan mondják ezt, hogy... Igen. Amikor higgadtan mész, és megbeszéljétek, hogy minden akkor ugye egész jó, csak hát elkap a hív. Csak menet közben azért, tehát balra akarsz menni, nyilván balra akarsz kormányozni, és... Igen, ez fordítva kell, tehát valamikor bennem van, valamikor tudom, hogy merre kell, de mondjuk tolatás után meg teljesen összezavarodok. Ez egy ilyen téves berögződés, hogy nagy gáz, jó idő, de nem. És hogy éreztétek, hogy a nektek most meglévő skillset, ami mondjuk így ugye szokták mondani, hogy aki komolyan veszi a gamerkedést, annak a szemkész koordinációja, az azért úgy eléggé rendben van. Ez így most segített nektek, vagy hát ez... megyek visszajátszani, még egy keveset úgy néz ki. Hát nem tudom. Szerintem valamennyit biztos segít. Lehet. Mert nyilván gyakorlás. És de ugye sok más tényező is, hogy mindenki mennyire tud higgadt lenni, mert mit tudom én, tehát sok más is, de ja, szerintem. De inkább szenvedés volt, és legyen már vége, vagy inkább szórakoztató volt? Inkább szórakoztató. Nagyon fán. Tehát egyáltalán nem szenvedés. Én még itt ellennék vele egy jó pár kört, és akkor tudnánk javítani az időt. Akkor belejönnél legalább. Aztán kimennél a kocsival, és ott is úgy mennél, ahogy ezzel. Ez érdekes lesz majd, igen. Megvárom, amíg kiállsz innen, és majd akkor látjuk. Csak itt az úton nem így kell, szóval ez érdekes lesz. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Egy picit még beszélgessünk a szakmátokról, választott életpályátokról, nem tudom, mi a jó szó erre. Meddig látjátok magatokat ebben? Meddig lehet ezt folytatni? Ugye egyrészt ugye felőrlő, tehát egy emberi kapcsolatok meg egyéb tekintetben, hogy ez tényleg egy elég nem 8 órás munka, hanem amennyi éppen van. Másrészt viszont, hogy ugye idővel az ember is elfogy, hogy van-e szándék a változásra, megújulásra, vagy még nem tartotok ott, hogy ezen kelljen gondolkodni? Hát ezen szoktam gondolkodni, nyilván eszébe jut az embernek, de figyelj, valamit is dolgozni kell, ez egyértelmű. És nagyon ritka az, amikor az ember legalább csak a közelébe tud érni annak, amit szeret csinálni. És mi azért kezdtük el, mert szeretünk játszani, meg szeretünk hát ezzel foglalkozni. Fiatalon kezdtük, még nem tartunk ott, hogy 60 évesek lennénk, és azt mondanánk, hogy, ja, hogy elég korban volt. Még jók vagyunk. Egyébként nem tudom, én is sokat gondolkozok, hogy mi lenne ha, vagy mi lesz ezután, de nem jöttem még rá. Kirázi érni 25 évesen is, de én még nem érzem. Csináljuk, amit tudjuk igazából. Hogy nagyon néha... Itt is megvannak ugyanazok a részek, mint más munkahelyen, hogy valamikor aznap olyat kell csinálni, amit kevésbé szeretsz, valamikor meg amit nagyon szeretsz. De amikor My Summer Card veszünk fel, akkor sírunk a rögést, ezt nagyon szeretjük. Néha viszont van, hogy olyan játékok jelnek meg, amiben kicsit csalódunk, mert mit tudom én. És akkor azért úgy játszunk vele, mert azért úgy annyira jó, hogy ne hagyjuk ott, de azért mégsem annyira beszippantó, szóval. Számít a közönség visszajelzése, vagy inkább azt toljátok, amit ti szeretnétek? Természetesen számít. Így próbáljuk így mérlegen tartani a kettőt. Régen megpróbáltuk úgy is, hogy csak ami nekünk, megpróbáltuk úgy is, hogy csak ami a nézőknek. Igazából semmi nem jó, mert mindig mást akarnak, akármi van, persze. Ez természetes. Mindig lesz elégedetlen, meg kell találni a balanszot, és akkor úgy... Tehát nyilván érdemes olyan játékot választani, amivel mi is szívesen játszunk. Ja. Meg tetszen is nézőknek. Abból lesz a jó kontent. Igen. Igen. Egy dolgot szeretnék még kérni tőletek, egy aláírást a géptetőre. Mennyi volt az időnk? Majd mindjárt odaírom, hogyha leírtatok a géptetőt. Jaj. Hogy azt is odaírjuk. A legjobb időtök az a harmadik. Igen, a harmadik, ez az 1.49 egy hibával, tehát az 1.54. Nem lesz volna az egy hiba, akkor még azt mondom, hogy egész jó, ide kiférünk. Ahova tetszik, persze. Az ott pont Szalai Pisti és Anfield. Oh, nice. Jövök ide alulra, te meg ide felé, és akkor... Meleírom az időt. Az időt bemegy mellé. Hát, sok benzin égel benne. Hát, nem kifogyott, akartam is mondani. Nem tudom, hogy nagyon erősen gondolkodok, hogy hol hozhattunk volna még igazán időt. Szerintem a sikámba. Meg itt a végén, mondtam, a visszafordulás, hogy ez egyszer se adta ki, ez meg vagyok. Hát, azért ki kell engedni, eléggé visszatekerni, és akkor simán elmegy egy ilyen. Meg lehet csinálni. Kézivel, meg aztán még... Mindig azt hittem, hogy megcsináljuk, és aztán meg az volt, hogy nem. Mondjuk, igen, meg csalapinta. Én is rákészültem, és akkor mondom, bevesszük, és pont a másik irányba kellett volna. Tehát... Csalafinta, mert néha vannak ilyen megakadásai a kormánynak, és akkor azt hiszed, ott a vége, de hogyha még rárántasz egyet, akkor néha még megy, szóval. Igen, egy kicsit igény. A harctéren tesztelt már. Nézd, még egy felvételt kell túlélnie, tehát most következik ennek a Gonosz Swift szériának az utolsó része, jövő héten a Patreon előfizetőink már nézhetik is igazából. Nem tudok más mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon hálás vagyok. És bízom benne, hogy még találkozunk valamerre a Netscheppéken. Ha más nem, egyszer ugorjatok be egy podcastre. Szerintem lenne miről beszélgetnünk. Én is, köszönjük. A Gonosz Swift következő adásában José atya és Cody.